van egy fiatal ember itt Budapesten, aki egy magánéleti megrázkódtatás után egyszer csak szembesül azzal, hogy a mindennapi életben nem a saját személyisége szerint éli az életét, nem a saját személyisége szerint kommunikál, hanem különböző társadalmi konvenciók és elvárások alapján. Ahhoz, hogy identifikálni tudja magát, ehhez elkezdi kutatni a múltját. Egy családi hazugság derül ki, vagy egy olyan történet, ami nem egészen úgy volt, mint ahogy ő abba fölnőtt. Ezen a történeten keresztül végigbontja az egész családfájának a kalandjait és a történetét. Hogyha ezt az ódüsszeját végigjárja a saját múltjában, a saját családjával, akkor a végén ki lehet mondani azt a szót, hogy mellettem elférsz. A regény címe is ez, és az utolsó mondata a darabnak is ez, hogy mellettem elférsz. És ez egy nagyon fontos valami. Aki ezt kimondja, ezt a mondatot, hogy mellettem elférsz, az már tisztában van azzal, hogy ő kicsoda, ő honnan jött, ő neki hogyan kell folytatnia tovább, és az, amiből ő van, az mellette ott van, és mellette elfér, és viszi tovább. Éva! Éva! A színházóta nem tudom elérni. Én most mit keres maga itt? Hagyjon már békén. Jó, ennyire megharagudottam, miért nem tudtam fizetni. Dehogy is, el is felejtettem. Óhatatlanul ugye egy ilyen nagyon-nagyon szertágazó nagy történetet színpadon megeleveníteni borzasztó nehéz, szerencsés, dramaturgiai megoldás született, hogy 6 karakter, 6 színész játszik nagyon sok szerepet. Egy családfát alakítok szinte. Van egy fiatalember, aki nem találja a helyét. Ő egyébként maga a szerző, Becsó Krisztián. Visszamenőleg játszom a saját nagyapámat és a dédapámat. Én vagyok a fiatal Zács Éva, a fiatal Justika és a kurva. Mindig a főhősnő, tehát a fiatal Justika öregkorát játszom, aztán a fiatal Zács Éva öregkorát, és van még egy olyan, akinek nem a fiatal vagy öregkorát jelenítjük meg, hanem a Klárikának az édesanyját. Juli, gyere velem! Hozzám! Haza! Nem is ismert! Akkor majd nem ismernek! Költöz hozzám! Úgy megpróbálhatnánk! Már miért nem működne? Na, így kis jó, akkor kifizetem. Nem, az meg kell. Azt hiszem, hogy ez egy fejlődés történet. Bizonyos szempontból a férfivé válásnak egy végtelenül humánus példázata. A leginkább azt jelenti számomra, hogy mindig és minden körülmények között meg kell próbálni az értékrendünket megtartani, azt szerint élni, azt szerint dönteni, és ha valaki mellé dönt, mellé fog, akkor azt élete végéig nyeli a keserűséget miatta. De főleg a kapcsolattalanság, a szeretetvágy az emberekben. Ismételjük azokat a dolgokat, amiket megtanultunk, amiből beleszülettünk, és hogy hogyan lehet ebből kitörni, vagy megváltoztatni, illetve hogy mennyit számít az, hogyha az ember tudatosan tudja, hogy mi az, amit ismétel. A szüleinktől, nagyszüleinktől, őseinktől nem csak géneket öröklünk, hanem sorsokat is. És ahhoz, hogy valóban meg tudjuk fogalmazni önmagunkat, ahhoz ismernünk kell legalább a családom történelmét, ha már ennek az országnak a történelmét felületesen ismerjük. Nem politikai mű, amit mi játszunk, de állandóan megjelenik a politikai háttér, és az embereknek a gyökértelensége, a kiszolgáltatottsága, amikor netán elkerülnek a saját közegükből egy más világba. Óhatatlanul ugye ebben a történetben felsejlik a 20. századi magyar történelem. A zsigereinkben van az, amiről a Krisztián ír. Kis hazánk történelme úgy alakult, hogy nincs olyan család, amiből ne derülne ki egy komplett magyarországi történet, vagy történelem. Ettől fantasztikus egyébként, és ettől teljesen ízik-vérig miénk ez az anyag, meg az összes történet, a miénk, a mi genetikánk, a mi vérünk, a mi sorsunk.